Hideg sincsen, végezzé fagyott tartó, szeretőm sincs, véges rólam folyaszó. Zenével könnyebben megy a munka Bonyhádon, ahol a székelyházban a hagyományos öltözetek készítését tanítják vissza az érdeklődőknek. A Bukovinai Székely Egyesület felhívására több mint 60 jelentkező vállalkozott arra, hogy megtanulja a szövés, az inkészítés és a csobánok ruhájának elkészítését. Ezek, amit most a csobány ruhával kapcsolatos, ugye ezt magunk részére készítjük, tehát hála jó Istennek újra a falvakban most már mondhatom, hogy több helyen elindult újra a csobányozás, ugye, amit pásztorjáték, hiszen kint a csobányokat mai napig is Erdélyben úgy hívják. És ez számunkra nagyon fontos, hogy tovább tudjuk adni, újra tanuljuk. És hát ahogy régen csinálták, tehát ugyanúgy mi készítjük, nem eladásra, hanem saját használatra, hiszen ebbe készítjük, illetve ebbe szerepeltünk már. A szövés és a húzott inkészítés is része a tananyagnak. A bukovinai székely ingek azok a nőknek az egyetlen és legszebb dísze és viselete volt, amit muszáj volt saját maguknak varniuk. Mert a mellények, annak az alapanyaga és a rokolyáknak az alapanyaga az vásárolt anyagokból volt már az 1930-as, 40-es években. Az ingeket viszont mindenki saját magának is kézzel varta meg. Az ingek színei és mintái a szakértő szem számára elárulta a viselője korát, társadalmi és családi viszonyait is. Ezeket is megtanulják a jelentkezők, akik az ország minden pontjáról érkeztek a bonyhádi székelyek tanfolyamára.